Ne feledkezz meg a Partizánról. Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek. Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van. Támogasd adód 1%-ával a Partizán Alapítványt. Minden információt megtalálsz a leírásban. Sziasztok, én Borbély Ede vagyok, és üdvözlök mindenkit, ez az Egy Jövő podcast következő adásában, ahol arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet mindannyiunknak egy jövője, és itt van velem Ámon Ada. Szia, Ada! Hello, szia, Ede! Ada a Budapest Főváros Klíma és Környezetügyi Főosztálynak a vezetője, és az újonnan megalapított klímaügynökségnek is a vezetője, amihez gratulálunk. Köszönöm, de már nem vagyok a főosztály vezetője, hanem a főosztály Timáron Varsó Orsája vezeti, mert úgy gondoltuk, hogy ez a tiszta, hogyha én egyszerre egy dologra koncentrálok, és az pedig mostantól a Budapesti Klímaügynökség. Na, hát ez az akkor egy nagyon jó hír. Tehát tervezés után implementáció, hogyha jól értem, itt a klímaügynökségnek a felállításával. Igen, tehát én most teljes kapacitásommal, ami van, ráálltam erre, hogy felépítem ezt az ügynökséget, és remélem, hogy tényleg hathatós és látható, vagy érzékelhető javulást eredményez ez majd, vagy legalábbis egy olyan dolgot tudunk elkezdeni, amiből aztán utána lehet nagyobb. Mert ugye minden projektünknek ez a célja, tehát nem akarom lelőni a poén, de hogy gyakorlatilag az összes projekt, amit eddig elkezdtünk, az pont arra koncentrál, vagy azt célozza, hogy csináljunk valamit kicsiben, mert nyilván nincs annyi forrásunk, hogy ezt már egyből nagyba csináljuk, és aztán ezen tapasztalatok alapján pedig ezeknek a céloknak az érdekében felskálázzuk ezeket az intézkedéseket. Rá fogunk térni a klímaügynökségnek is a feladatköreire. De úgy szoktuk kezdeni az adásokat, hogy mindig megkérem a beszélgető partnert, hogy mondjon pár szót arról, hogy mi a szakmai életútja, hogy jutott idáig, és hogyan épültek egymásra a lépések. A testedben egy nagyon gazdag szakmai életút esetében ez kifejezetten érdekes. Mondjuk elég kevés lépésből állt, tehát én egy kitartó, meg lojális ember vagyok, elég sokáig az Energia Klub szakpolitikai intézetet és igazgattam, és ennek egyébként egy csomó projekt, meg nagyon sok hiánypótló kutatás és felmérést végeztünk, pont az energiahatékonyság terén is. Ennek mentén alakítottuk meg a Magyar Energiahatékonysági Intézetet, aminek szintén voltam vezetője egy rövid ideig, de hát mindig igyekeztem átadni erre elhivatottabb embereknek, vagy hát olyan embereknek, akik sokkal jobbak abban, ami mehihez kellett. Voltak is a mehisek itt egy előző adásban. Igen, a Pál Fianikóval beszélgettünk itt a lakossági energiahatékonysági programokról. Tök jó. Igen, hát nem büszke vagyok, hogy a mehi még mindig egy igazán jól prosperáló szervezet, és hát aztán 2015-ben azért tényleg már úgy gondoltam, hogy szép dolog a magyar civilség, de egy picit megpróbálnék nemzetközibb vizekre elvezni, és így kerültem a londoni székhelyű E3G, vagyis Third Generation Environmentalism nevezetű szervezethez, ami egyébként egy ilyen elég hatásos think tank, zöld think tank, a nemzetközi, vagy a globális think tank listán mindig ilyen negyedik-ötödik helyen van a zöld témán belül, vagy területen belül. Itt hát ilyen közép-kelet-európai, de itt is leginkább az energiahatékonysági ügyekkel foglalkoztam, és az Európai Energiahatékonysági Direktíván dolgoztam az Európai Parlament különböző frakcióival, úgyhogy lehet, hogy másoknak ez gazdagnak tűnik. Egy állati unalmas témával foglalkoztam elég sokáig az életemben, az pedig az épületek szigetelése és azon finanszírozás száraz téma a finanszírozásának a megteremtése. Unalmas és szegény téma ez, azért elég sok minden múlik az épületszigetelésen, most láthatjuk, hogy mennyi olyan energia van, amit igazából elengedünk, úgyhogy ha azt le tudjuk csökkenteni, akkor már az önmagában egy hatalmas eredmény. Szerintem ez eléggé későn ébredt a világ és az Európai Unió is ezzel kapcsolatban, úgyhogy azért ez egy eléggé fontos. Ja, hát végül is az elmúlt 20 évben gyakorlatilag csak arról beszélünk, de hát én emlékszem, amikor 93-ban elkezdtem dolgozni, és gyakorlatilag már akkor arról beszéltünk, hogy az energiahatékonyság a legolcsóbb energiaforrás, és hogy gyakorlatilag az el nem használt energia a legtisztább energia. Hogyan lehet erőműveknyi energia mennyiséget megspórolni, vagy azt az igényt lejjebb tolni, amivel rendelkezik a világ, vagy a város, vagy egy ország, és akkor ezt különböző szektorokban tetten érni, hogy hogyan lehet hatékonyabb egy-egy szegmense az életünknek, legyen ez a fűtés, a világítás, legyen ez a lakosság, az ipar, közintézmények példamutatása az mennyire fontos, és hogyha ott nem sikerül hathatós változást elérnünk, akkor miért várjuk el a polgároktól, hogy ők figyelmesebbek legyenek, egyébként elvárhatjuk, hiszen saját pénzük, saját jövőjük, de hát nyilván ezeknek a peremfeltételei azok ilyen szintiszta közgazdasági, hogy mondjam, ilyen no-brainerek, amik ilyen közhelyek, hogy a helyes árakat állapítunk meg, akkor a hatékonyság és tehát, hogy ez hoz magával egy csomó dolgot, hogyha a közgazdasági vagy a gazdasági jelzések a helyükön vannak, és ezt utána az emberek és a gazdaság a helyén tudja kezelni, úgyhogy... Hát az én életutam az ilyen volt, és hát azért mondjuk benne van az, hogy amikre igazán büszke vagyok, az ilyesmi, hogy már 93-94-ben mi az akkori új parlamentben sikerült különböző energiatárgyú törvényekbe belerakosgatni olyan gondolatokat, vagy olyan koncepciókat, amik még most is benne vannak, igaz, hogy sajnos teljesen máshogy használják mondjuk a legkisebb költségelvét, mert ezt ugye makrogazdasági szinten és hosszú távra szokás kezelni, ehhez képest a magyar döntéshozók rövid távon és szűk érdekekre nézik, vagy mit tudom én, az, hogy 2001-ben Magyarországnak volt a régióban, de talán Európában is másodikként olyan megújuló energia törvénye, vagy olyan paragrafus a villamosenergia törvényben, ami a kötelező átvételt már akkor megszabta, és nagyjából ezt az irányt kijelölte, és utána a különböző alsóbrendű szabályozások során sikerült mostanáig eljutnunk, amikor sajnos már csak 5 forintért veszik át a napelemből származó villamosenergiát, de akkor ez egy nagyon úttörő dolog volt 2001-ben, hogy a 2000-ben Németországban meghozott ilyen tárgyú törvény után Magyarország volt gyakorlatilag az első, amelyik egy hasonló jogszabállyal rendelkezett. Úgyhogy hát valószínűleg ez hozzá is járult. Igen. Ugye ahhoz, hogy később beruházások azok ilyen mértékben már tudtak szaporodni meg, akár a kátrendszerben. Hát hozzájárult, mondjuk a régióban megtermékenyítő ereje volt. Sajnos Magyarország egyébként mindahhoz képest, hogy itt volt a leghamarabb ilyen törvény, és ez mutatja tulajdonképpen azt, hogy maga a jog, illetve a jog alkalmazása az mit okoz, és milyen problémákat vet föl, hogyha igazándiból senki nem érdekelt abban, hogy a jogszabályt betartsa, vagy például, hogyha rossz átvételi árakat szab meg a jogszabály, akkor nem fog történni változás az energiamixben, de hogyha kellő inspirációt vagy érdekeltséget teremt ilyen típusú beruházásokra, akkor meg nyilvánvalóan elkezd felfutni, és hát ugye láttuk az elmúlt időszakban, iszonyú mennyiségű naperőmű nőtt ki a földből Magyarországon, ami hát egyébként problémákhoz is vezetett részén, de most tehát, hogy ebből látszik, hogy jól el kell tudni találni, és ez egy nagyon komoly szakpolitikai terület, ahol az áraknak mondjuk eléggé drasztikus problémákat is okozhat, hogyha rossz az árszabás. Vagy nagyon sok lesz, vagy nagyon kevés, ők számolnak valamit, nem lesz elég erőmű, nem lesz az ellátásbiztonság szavató. Tehát, hogy ezért itt az úgymond az evidence-based, vagy az ilyen adat alapú és evidencia alapú szakpolitikáknak azért volna helye Magyarországon is. Igen, igen. Visszatérve kicsit a közelmúltra, az elmúlt években ezt a klíma és környezetügyi főosztályt vezetted. Milyen lehetősége és mozgástere van egy ilyen főosztálynak a budapesti városházán belül? Mi az, amit eredményt tart az elmúlt pár évből, és ezt hogyan fogod továbbvinni? Ugye született itt egy klímastratégia, nagyon sok projekt, benne vagytok az Atelier projekten, a Budapest nappal hajtva projektet, tényleg lehet látni, hogy elég aktívan telt ez az előző pár év. Hogyan reflektálnál erre, és hogy látod ezt az tevékenységet? Milyen lehetőséget aknáztatok ki, és mik voltak azok, amikben talán akadályokba ütköztetek? Hát, hogy egy önkormányzat, és általában a magyar, vagy hát így a Németország poroszos, ez ilyen poroszos, így van, befolyás alatt álló övezetekben azért az önkormányzatok is egy kicsit ilyen poroszosak, és mondjuk ez a budapesti fővárosi önkormányzat sem kivétel. Az egy elég bátor húzás volt a vezetés részéről, hogy akkor egy ilyen emberre bízzák egy teljesen új főosztálynak a megreálását, felépítését, felhúzását. Tehát 30 ember volt a végén, ugye már? Hát most éppen így 35 körüli létszámmal dolgozunk. Én még mindig egyébként a főosztály része vagyok, csak hát most ezt ennek a projektnek a vezetőjeként egy mezei ügyintézővé váltam, ami tök jó, mert tudok tényleg erre koncentrálni. De ami a lényeg, hogy ugye egy önkormányzat általában ebben a régióban úgy néz ki, hogy bemegy egy levél, fekete doboz, a másik oldalán kiesik valami. És nagyon kevés az önkormányzat, de most már a kerületek szintjén is látható, hogy így nyiladoznak ezek az ilyen jellegű attitűddel, vagy hozzáállással rendelkező kerületek is, akik nagyon proaktívak lennének. És a környezetvédelem, vagy általában a klímavédelem, meg a zöld ügyek, azok ugye igénylik ezt a fajta proaktivitást, mert egyrészt meg kell értetni az emberekkel, hogy mi a jó nekik. Ugye én egyébként azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak és általában egy olyan városi ügyekben felelős embernek, vagy szervezeti egységeknek, mint mondjuk a zöld főosztály, az a dolga, hogy egy olyan város teremtsen, amiben a klíma és a környezet orientált, vagy klíma tudatos viselkedés az egyszerűbb. Az egyszerűbb, az olcsóbb, a kényelmesebb, a gyorsabb. Tehát, hogyha én gyorsabban érek ide egy trollival, vagy egy kerékpárral, az Asztóriától, mint taxival, vagy a saját autómmal, amit egyébként nem is tudok ott parkolni, tehát akkor nyilvánvalóan ezt az utat választom. Na, de visszatérve a kérdésedre, nem akarok hajlamos vagyok így divergálnia az alap problémától. Az tény, hogy azért egy kicsit eleinte úgy néztek ránk, mint egy ilyen furcsa gyíkra, vagy nem tudom, valami furcsa állatra az önkormányzat, vagy a városházán a többi főosztályok, mert változást indukáltunk, vagy legalábbis azt gondolták, hogy mindenféle változások lesznek, egyébként lettek is. Nyilván mi egy csomó új dolgot bevezettünk akár a városházán is. Például csináltunk munkahelyi mobilitási tervet, felmértük, hogy ki honnan jár, hogy lenne jó, milyen igényeik vannak ahhoz, hogyha a kerékpárral szeretnének beérkezni a városházára. Nyilvánvalóan kevés volt a kerékpártároló, tehát hogy ezeket gyorsan először triplájára, aztán hatszoros kellett növelni a kapacitását. Nyilván az is segít, hogyha a főpolgármester maga is kerékpárral jár, mert az egy ilyen normateremtő valami. De nyilván nagyon-nagyon sok projektet hoztunk be, ami önmagában a pénzügyeseknek is komoly problémát. Hát, hogy ezt eleinte... Volt fogadókészség erre? Vagy azt mondták, hogy hát nincs forrás? Tehát, hogy mi nagyon-nagyon sok pályázatot írtunk, tehát az elmúlt 4 évben azért 2,5 milliárd forintot csak a klímafőosztály biztos, hogy behozott, és akkor most ezt már megtriplázták, más főtájépítészeti osztálynak is van egy nagy pályázata, az is milliárdos, és aztán van egy lakhatás pályázatunk, az is milliárdos, tehát azért most már ez egy ilyen... pályázatok javarészt? A mocsáros dűlőt célzó pályázat az live pályázat, EU-s, igen. Mindegyik EU-s pályázat gyakorlatilag. Hát nekünk volt néhány ilyen más forrásból táplálkozó projektünk. Például a Napahajtva projekt, azt a Német Szövetségi Köztársaság Európai Uniós klíma iniciatívája. A német állam gyakorlatilag. Igen, a Német Környezetügyi Minisztérium támogatta, és most is van egy futópályázatunk, remélem, hogy az is nyerni fog, vagy hát támogatást nyer. De hogy azért most a Klíma és Környezetügyi Főosztály gyakorlatilag 14 projektet futtat, amik között nagyon sok energiás tárgyú van, nyilván ez a pozitív energia, körzetek kialakítását célzó pályázatok, vagy a napos ügyekkel foglalkozó pályázatok, hogy lehet városi környezetbe integrálni naperőműveket, amiket a házaink tetején helyezünk el, hogyan lehet a legjobban optimalizálni ezen energia felhasználását. Vannak adaptációs projektjeink, amik kifejezetten, ugye hát előbb-utóbb a városi környezetben a klímaadaptációhoz, tehát évről évre nő a fontossága ennek, ahogy egyre furcsább lesz a klíma, nyilván ez nagy változásokat hoz. Sokkal több forró nap lesz, vagy hőség nap lesz Budapesten is, aminek a megítélése egy ilyen nagyvárosban sokkal durvább. Tehát nyilván sokkal nagyobb a tehetetlensége ennyi betonnak, meg kőnek, ami egy városban van. Ehhez kell nyilván a sokkal több fa, a párologtatás, az árnyék. Mi most leginkább is a vízzel foglalkozunk, tehát a csapadék, kormányzás, hogy hogyan lehet a legjobban kezelni a vizet, hogyan lehet erőforrásként kezelni, hogyan lehet ezt elraktározni olyan időszakokra, amikor mondjuk aszályosabb, de hogy úgy egyáltalán hogyan lehet a hirtelen jött csapadékkal bármit is kezdeni, ennek egyébként Barsi Orsi a nagy tudója és szakértője. Aztán vannak nagyon érdekes projektjeink, amik kifejezetten az élelmiszergazdaságot és a fenntartható élelmiszer ellátást célozzák. Tök érdekes, mert egyrészt a közétkeztetésben hogyan lehet az egészséges és klímatudatos táplálkozást bevinni, új, vagy hát nem új, hanem régi, és a klímát, ezt a fajta klímaváltozást tűrő növényeket visszahozni a táplálkozásunkba. Hogyan tudunk kialakítani egy stratégiát egy 2 milliós városnak, vagy hát tulajdonképpen 3 millió embert kellett etnünk napközben, mert ugye, igen, tehát, hogy 3 millió ember használja ezt a várost azért hétköznap, mert ennyien járnak ide be, vagy dolgoznak itt, vagy hozzák a gyerekeiket ide tanulni. Úgyhogy nem is tudom, hát és az nyilván a közlekedés. Ugye, aki azt gondolja, hogy a városban valami fajta újdonságot, vagy valami, tehát a város kormányzás, ez miről szól a legtöbb embernek? A közlekedésről. Abszolút. Ha az jól megy, akkor örülünk, ha az nem megy jól, akkor bosszusak vagyunk. És egyébként 10 millió közlekedési szakértő országa vagyunk szintén, úgyhogy kevésbé szeretek erről beszélni, pontosan azért, mert nem szeretném a várost egy ilyen közlekedési vagy logisztikai problémává silányítani. Egy város akkor jó egyébként, hogyha minél kevesebbet közlekedünk benne. Ugye ez a 15 perces város koncepció, hogy minél közelebb tudjuk vinni az emberekhez azokat a szolgáltatásokat, vagy az ügyeik elintézésének, vagy a szórakozást, a közösséget, a parkot, azt, amiért jó egy városban lakni, azt minél közelebb visszük az emberekhez. Úgyhogy ilyen projektjeink vannak, és mindegyik nagyon-nagyon érdekes, és a tanulságait azt nyilvánvalóan mindig átfordítjuk azokba a dokumentumokba, illetve majd a leendő források, vagy hát igen, lehetséges források felhasználásának a tanulságaivá válnak. Igen, azoknak a lehetőségeit mindenképp befolyásolják. És itt azért rá is kérdeznék arra, hogy milyen nehézségek, milyen problémákba ütköztek bele. Vannak olyan akadályok, amik megugorhatóak voltak, vannak, amik strukturális kihívások, és nem nagyon lehet velük mit kezdeni. Ezeknek fényében hogy látod? Mert nagyon-nagyon sok ötlet, terv, kezdeményezés elindult az elmúlt pár évben, és nyilván ezekből sok minden meg is valósul, de hát azért azt látjuk, hogy egy rendszer szintű változáshoz, vagy akár egy nagyon hosszú szemléletváltozáshoz azért még jobban ki kell ezeket terjeszteni, akár az élelmiszerbiztonságról beszélsz, akár a csapadék gazdálkodásról, akár a hősziget hatásoknak a minimalizálásáról, akár a kibocsátásról, finom és szállópor, stb. Mi az, ami ezeknek igazából a városi klíma és környezetügyi menedzsment szempontjából az akadálya most, vagy amire azt mondod, hogy fú, azért ezt jól lett volna leküzdeni az elmúlt pár évben, de nem sikerült ilyen olyanokból. A kormány és az önkormányzatok viszonya, meg a kormány és az önkormányzatiság helyzete az szerintem egy komoly probléma, és ez elég sok minden determinál utána. Mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy Bécs vagy Berlin milyen önkormányzó képességgel bír, és ahhoz Budapestet hasonlítjuk, mondhatnék még B-betűs városokat, amik Bukarestet, Barcelona, Bilbao. Szóval ott tulajdonképpen ők egy kormánnyal rendelkeznek. Tehát Berlin az egy ugye tartomány önmagában. Igen. És egyébként nem sokkal nagyobb város, mint Budapest. Léptékében ugyanakkora, mint Budapest, de saját egyrészt az általa beszedett adókkal rendelkezik, másrészt nagyon óriási kompetenciával rendelkező. Magasabb helyi poliszési adóval? Saját statverkével, és nagyon, igen, tehát, hogy ott egy miniszterelnök van, igen. De Bécs szintén, tehát, hogy ha most csak a saját példámat hozom, ugye, már amiben viszonylag otthon vagyok az energia ügyek. Tehát, hogyha Bécs eldönti, hogy mostantól csak olyan lakást lehet építeni, amiben távhővel fűtenek, vagy távfűtő és hűtő szolgáltatással kell ellátni, és akkor erre van lehetősége, és ez így lesz. Át tudják vinni. Igen. Mind jogi szempontból, mind közigazgatási implementáció szempontjából. Így van. Tehát van rá kompetenciájuk, van jogköre a berlini vagy a bécsi szenátusnak, hogy ezt megtegyék. És ez mitől van? Tehát említettél itt önkormányzati kapacitásokat, meg közigazgatási kapacitásokat, amikkel rendelkeznek ezek a városok. Említettél szakmai kompetenciákat, amikkel rendelkeznek, említettél forrásokat. Ezek azok, amik alapvetően ahhoz kellnek, hogy ez a típusú ilyen önrendelkezés, vagy ez megvalósuljon. Kellenek a források, igen. Ez áram akkor. Igen. Hát általában majdnem mindenhez csak ez a három dolog kell. Ember kell, Igen, hát meg eltökéltség kell, mert nyilván meg a problémák felismerése kell, amiről azt gondolom, hogy ez már mindenhol megtörtént. Egyáltalán miért beszélgetünk egy város szempontjából klímaügyről? Ez nem biztos, hogy mindenkinek annyira egyértelmű. De városokban lakik ma már Európa 75%-a. És ez, kibocsátás is nagyrészt városokban. És a kibocsátások nyilvánvalóan, legyen ez a levegőminőséget befolyásoló részecske, vagy legyen széndioxid, ami a klímaváltozásra hat. Mind a kettő a fűtés származik leginkább, vagy városi szinten, de a városok gyakorlatilag a kibocsátás 70%-át valamilyen kapcsolatban onnan eredeztethető, a városokhoz köthető. És a klímaváltozás hatásai a városokban nyilvánvalóan, már erről volt szó az előbb is, sokkal extrémebb módon jönnek ki, mint mondjuk vidéken, ahol teljesen más a klímaváltozás megjelenése vidéken, mint a városias környezetben. Nyilván erre is van egy csomó beavatkozás, hogyha világosabb színeket használunk, akkor nagyobb a visszaverődés, és akkor ez fokokat számít, tehát hogy teljes fokokkal lehet befolyásolni a felmelegedést, de azért alapvetően Az a helyzet, hogy egy városi ember sokkal jobban ki van téve a hőségnek, a csapadéknak, a sok szempontból, és itt koncentráltan éri ezt a sok embert, ez a változás és ez a hatás. És ugyanide sorolható a légszennyezés. Tehát, hogyha Budapesten rossz a levegő, az nem azért rosszabb, mert a fővárosban rosszabb a levegő, mint mondjuk Kecskeméten, tehát ez nem egy értékítélet, hanem itt 3 millió ember szívja ezt a levegőt. És hogyha ezt nem sikerül javítanunk, akkor ez hatással van az ő egészségükre. A városi környezetvédelem, vagy a városi klímavédelem, ami nagyon szorosan összefügg, a fűtés az nem csak szén-dioxid kibocsátással jár, hanem hogyha mondjuk lakkozott bútorlappal fűtünk, akkor viszont az már részecske, igen, tehát durva dolgokat eregettünk a levegőbe úgy. Hát, és nyilván ez extremitás, de akkor is az a helyzet, hogy fontos ezzel foglalkozni, mert ez nem csak környezetvédelmi, vagy általános klímavédelmi probléma, hanem ez egy egészségügyi probléma, hogyha az energiával foglalkozunk, az egy ellátásbiztonsági probléma, tehát egy gazdasági versenyképességi probléma is lehet, ugye Budapest adja gyakorlatilag a GDP-nek a 38%-át, tehát hogyha itt nem működnek bizonyos szolgáltatások, akkor az egész országnak a gazdasági potenciáját befolyásolja. És hát szociális probléma is nyilván, mert hogyha az energiaszegénység jelentkezik Budapesten, ami nagyon szorosan összefügg ugye a lakhatással, mennyi lakás van, azok milyen minőségűek, mekkora a rezsi, az is a városvezetés, vagy hát a fővárosi önkormányzat és a kerületek problémája. Látjuk a korlátokat a többi B-betűs városhoz képest, igen. Bécs, Berlin, Bilbao. Igen. Az új klímaügynökség hogyan fog tudni segíteni ebben a viszonylag nehéz környezetben? Hogyha megnézi valaki a tevékenység a körét ennek a klímaügynökségnek, akkor egy eléggé tág tevékenységi köröt lát. Van itt a lakossági tanácsadói hálózat kiépítése, szemléletformálás, ezeknek a projekteknek, amiket mondták, gondolom a felfuttatása, kitágítása, kiterjesztése. Hogy látod az elkövetkezendő 1-2 évet, és milyen lehetőségeket látsz magad előtt? Nagyon komoly kihívás ez. Egyrészt azért azt kell látni, hogy általában ez az energiaügy Magyarországon nem egy önkormányzati kompetencia. Nyilván de ez a centralizált energiatermelési rendszerünk miatt hát van így. Azért is, de hogy azért is van, mert ezt a kormányzat nem tekinti egy odaadható területnek, rezsicsökkentés, halkan jegyzem meg. Viszont ma már, és ezt szerintem a kormányzat is elfogadta, úgynevezett fenntartható energia és klíma akciótervek, illetve a klímastratégia, amit gyakorlatilag minden városnak meg kell csinálnia, és nekünk is van nyilván. Abban az egyik legnagyobb tétel a lakossági vagy az épületekből származó kibocsátás. És hogyha Budapestnek csökkentenie kell a kibocsátását, és egyébként a budapesti önkormányzat gyakorlatilag az összes kibocsátások maximum 5%-áért felel, és ez az 5% az úgy adódik össze, hogy van benne 2%-nyi közösségi közlekedés, szemben a 28%-nyi közlekedési kibocsátással. Ez egyéni, lakossági és üzleti, logisztikai, szállítmányozási. Így. A 20-valamennyi. Aha. Igen. Tehát 2% a közösségi közlekedés, 2% nagyjából a saját intézményeink, meg közintézményeink és épületeinknek a kibocsátása, illetve 1% közvilágítás. Na, tehát ez az 5% az, amire direkt módon hatással bírunk lenni. Ha csak ezzel foglalkoznánk, akkor ugye sehova sem jutnánk, és akkor egyrészt azt tudjuk csinálni, hogy a közösségi közlekedés kibocsátását megpróbáljuk hát nem azt növelni, hanem a közösségi közlekedést használók mennyiségét növelni, és ezáltal egyébként lehet, hogy növekedni fog egy picit közlekedési közlekedés. Igen, marginális kibocsátás növekedésével sokkal csökkenteni az egyénit. Így van. csökkenni az egyéni közlekedésből származó kibocsátás. Másrészt meg azt tudjuk csinálni, hogy az épületekkel elkezdünk szisztematikusan foglalkozni, és nyilván erre kell csinálnunk. És de nem csak saját épületállománya, hanem a lakosságival. Lakóépületek. Ugye, és ez családiház, vagy társasház, panel, és akkor itt jön hogy néznek ki ezek a szegmensek. Tehát nyilván nekünk erre kell csinálnunk egy stratégiát, a klímaügynökségnek egyik fontos dolga az lesz, hogy ezzel így dedikáltan az épületenergetikára fókuszál. Budapesten több dologban is különbözünk mondjuk Bécstől. Bécsnek iszonyú nagy önkormányzati lakásállománya van, így gyakorlatilag be tud avatkozni a bécsi lakhatási árakba vagy költségekbe. Mert hogyha a saját épületállományában így vagy úgy csökkenti a lakbért, akkor az adott körzetekben fogja változtatni az árat. Tehát, hogy jó lakhatási körülmények mellett viszonylag alacsony árakon tud biztosítani lakásokat a bécsiek számára. És ez nem szociális bérlakás, ez bérlakás. De hát nyilván ez egy történelmi örökség, hogy itt a kerületek meg a városok gyakorlatilag a 90-es évek környékén kiárusították. Most azt mondtuk, hogy a bécsi önkormányzat a ingatlanjainak birtokolja a 20-valahány százalékát, a budapestiek meg 2-t, ilyen arányokról beszélünk? Szerintem nem. Tehát, hogy a bécsiek azok 30-40%, és Berlinben is van viszonylag magas bérlakás állomány, meg szociális bérlakás, sok is. Budapesten a 2%-a szerintem megállja a helyét. Na, és akkor mondok pár számot. Budapesten van az ország lakásállományának közel negyede, ami várhatóan hosszú ideig fennmaradó, használatban maradó ingatlanok. Ennek a 80%-a társasház. Ez a lakásszám. Igen. Uh-huh. Ami nagyon nagy terület Budapesten, az a külsőbb kerületekben, de milyen a 2. kerület, meg a 12. kerület is. Itt csak a külső részen laknak ezekben a családi házakban gyakorlatilag ez a 20%-a budapestieknek, a Hungária körúton belül, meg masszív. És ezek társasházak. Tehát ezért kell nekünk nagyon odafigyelni a társasházi ügyekre, meg az ottani nehézségekre, meg problémákra, úgyhogy ezért is fogjuk mi megkeresni a közös képviselőket, és hosszasan fogok szerintem beszélgetni közös képviselőkkel, vagy a közös képviselők képviselőjével, hogy milyen problémákat látnak Budapesten, és hogyan lehetne segíteni a társasházak finanszírozásán ilyen szempontból, mik azok a hívószavak, amikkel jobban lehet, de nyilván a másik oldalról megtársítani kell ehhez forrást, úgyhogy a másik nagy ilyen szereplő a bankok, a kereskedelmi bankok, akikkel nekünk nexusunk lesz, és amiben nagyon fontos, hogy rátaláljunk egymásra, és ráérezzünk a közös érdekekre ezen a területen. Ami még ilyen komoly ügynek tűnik, az az, hogy hogyan lehetne rávenni az embereket arra, hogy a távfűtés az elmúlt akárhány év, az gyakorlatilag arról szól, hogy az emberek hirtelen váltottak. Nem feltétlenül energiaforrás, de az energiához való viszonyuk abból adódóan, mondjuk az elmúlt időszakban a Ukrajnát ért támadás után gyakorlatilag megpróbálták az emberek azt elérni, hogy a villany és a gáz fogyasztásukat optimalizálják. Nem az energiafogyasztásukat optimalizálják, hanem alatta akarnak maradni annak az átlag fogyasztásnak, hogy a fogyasztási maradhassanak dolognak, amit megjelölt valaki átlagként. Hogy itt voltak viszonylag nagy családi házak, akik hirtelen társasházzá alakultak, hirtelen felraktak újabb gázvillanyórákat, hogy azok az egy-egy lakás részeket el lehessen adni külön lakásnak. Vagy ne lehessen eladni, hanem hogy alacsonyan tudják tartani. Azt lehessen mondani róla, hogy külön lakás. Alacsonyan. Tehát most ezek nyilván extrém példák, csak hogy azt akarom mondani, hogy ahelyett, hogy az emberek valós energiahatékonysági beruházásokon törnék a fejüket, az intellektuális energiájuk egy jelentős részét arra használják el, hogy hogyan lehet belőni azt a sávhoz, hogy a rezsigédes sávba maradjál. Igen. De ez amúgy valamilyen szempontból bizakodásra ad okot, mert azt lehet látni rajta, hogy az emberek azért mozdulnak, hogyha változtatod a szabályozást, úgyhogy már csak egy jobb szabályozást kellene csinálni, jól értem. Mint ahogy azt is lehet látni, hogy azzal, hogy nőtt az ár, és azzal, hogy felfelé kúszott, és drasztikusan, hirtelen felfelé megemelkedett a gáz és a villanyára, ez komoly csökkenéshez vezetett még a meleg tél ellenére is. Tehát, hogy a korrigált... A heating degree-re korrigált, igen, átlag. Igen. Tehát, hogy így mutatkozik az, hogy tulajdonképpen a magyar lakosság és a magyar háztartások képesek gondolkozni és csökkenteni az energiaigényüket, meg felhasználásukat, hogyha erre van egy jelzés, és érzékelik ezt a jelzést. És akkor még ugye Budapest esetében vannak ilyen problémák, hogy itt viszonylag magas a távhő arány. A távhőben kell egy zöldítést elérnünk, minél nagyobb mennyiségben ez a hő, ez valami zöld forrásból érkezzen, ami hát egyrészt geotermiát feltételez, másrészt valami napenergia, meg a hulladékfeldolgozásból eredő hőt, vagy egyéb hulladékhő hasznosítást feltételez. De akkor van egy másik problémánk, hogy nagyon nehéz egyébként rákötni új fogyasztókat a távhőrendszere. Már az előbb említett probléma miatt is, miszerint is, hát így hirtelen változnak a dolgok. Tehát az emberek ilyen nagyon komoly döntést nem hoznak, hogy akkor most ők kiteszik magukat a távhő szolgáltatásnak, úgyhogy ja, hát itt a bizalom, meg úgy általában a hosszú távú döntések konzekvenciáinak a mérlegelése az egy komoly probléma. Igen. Viszont gyakorlatilag elérkeztünk arra a pontra, hogy gázkazánt mostantól beszerelni nem lehet. Akkor mi marad? Akkor marad a villany, hőszivattyú. Az mennyi energia? Milyen fejlesztéseket kell villamosenergia hálózat oldalról megtenni ahhoz, hogy a hőszivattyút, meg az elektromos mobilitást, igen, mindent kielégítsünk, és Budapest az ilyen szempontból egy sajátos város Magyarországon, igen, nyilvánvalóan a következő legnagyobb város is egy nagyságrendel kisebb, mint Budapest, tehát hogyha a budapesti távhő energia mennyisége az 5-6 másik városnak lenne elég. Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy az itteni fejlesztések is általában egy nagyságrendel komolyabbak, mint mondjuk Debrecené, hogy egy forrásokkal jól ellátott várost hozzak. Ebben a rendszerben mozogni nagyon nehéz lesz, megmondjuk, hogy mi a tuti. Igen, hogy abszolút. Hogy kell tervezni, hogy 2038-ban és megállja a helyét az, amit 2028-ban megépítenek, vagy rekonstruálnak, mert eléggé egyértelműen szűkülnek a lehetőségek a már energiahordozók abszolút, szempontjából. Igen. Hogyha itt a beszélgetés végén ráterünk arra, hogy eltelik megint 5 év, a klímaügynökség túl van az első sikeres korszakán, ha ki kéne emelni egy mintaprojektet, amit megcsináltatok, akkor mivel lennél boldog? Hogyan néznek ez a sikersztori egészen konkrétan? Én azt gondolom, hogy hogy a klímaügynökségnek kell tudnia 2-3 olyan nagyon konkrét finanszírozási konstrukciót felépítenie 5 év múlvára, ami speciálisan budapesti problémákat célozza. És ez olyan konstrukcióban a bankok már benne vannak, amiben ki van dolgozva, amiben egy pénzügyi termék. Igen, és hogyha jön visszanemtérítendő támogatást, tehát effektív támogatást, amit ott hagyunk az embereknél, igen, azt arra, hogy szigeteljenek, be tudjuk hogy rakni. Hőszivattyúkat tegyenek be a hogy ablakot cseréljenek, hogy födémet szigeteljenek, hogy ebben benne legyen az összes kiegészítő beavatkozás, hogy a párkányokat meg kell szélesíteni, hogy az eres csatornát arrébb kell rakni, hogy ki kell pucolni a födémet az összes galamb maradéktól, meg én nem tudom, tehát hogy számos ilyen dolog jön, És akkor meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, amivel a megújulókat behozzuk ebbe a rendszerbe. És a megújulókat úgy hozzuk be, hogy a városias jelleget és Budapest szépségét megtartjuk. Én hiszek abban, hogy van erre lehetőség, hogy a napelemeket fel lehet rakni háztetőkre, úgy, hogy ez nem zavarja sem a turistákat a Citadelláról kinézvén, sem a városban járók elő embereket. Mi nekünk erre egyébként pont a nappal hajtva projektben kifejlesztettük azt a GIS alapú okos szoftvert, amivel tudunk akár a kerületi főépítészek számára is ilyen típusú támogatást nyújtani, hogy megmondja, hogy melyik házról van szó, tehát mi most már gyakorlatilag tetősikokra meg tudjuk mondani, hogy ha arra raknak napelemet, az honnan fog látszani, és hogy vajon abból a pontból, hogyha látszik, az kit zavar. Én azt gondolom, hogy egyébként ez is a klímaügynökségnek lehet dolga, hogy ezeket a szolgáltatásokat nyújtsa a kerületeknek, mint ahogy az is lehet a klímaügynökségnek dolga, hogy azokat a konstrukciókat is letárgyalja a bankokkal, vagy az üzleti szereplőkkel, amik mondjuk olyan konstrukciók, hogy egy háznak a tetejére rakott napelemből nem feltétlenül háznak kell a villamos energiáját támogatni, vagy betáplálni, hanem lehet, hogy a házájában lévő közért hűtőkapacitását fogja kiszolgálni, és egyébként ez a háznak is jó, meg a cégnek is jó, az alsó kis szatócsnak. Ezek nem agysebészet egyik sem. Csak olyan feltételeket kell teremteni a szereplők számára, ami mindenkinek jó, és ezt kell megtalálni, és ezek általában nagyon kis területű, jól célzott intézkedések, vagy banki konstrukciók, amikre nem gondolnak, mert milyen partikuláris, vagy hogy mondjam így a látótére szélén lévő problémák, és hogyha erre valaki dedikáltan kap felhatalmazást, ahogy most a klímaügynökség kapott, akkor ezt szerintem mi meg tudjuk oldani, és valahány területen én azt gondolom, hogy sikert fogunk felmutatni. Na, hát akkor így legyen. Nagyon sok sikert hozzá, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. A hallgatóknak is köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást. Ne felejtsétek el támogatni a Partizánt a Patreonon keresztül, és hallgatni az Egy Jövőt a kedvenc podcast csatornátokon, valamint jön, gondolom, hamarosan ezután egy 1%-os kampányra való felhívás is. Maradjatok velünk a következő adásban is. Sziasztok! Sziasztok! Ne feledkezz meg a Partizánról. Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek. Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van. Támogasd adód 1%-ával a Partizán Alapítványt. Minden információt megtalálsz a leírásban.